5 tűzoltóautó vonult ki a nagykálói Korányi Frigyes gimnáziumhoz a közelmúltban. 4 nyíregyházi egység, illetve a nagykálói önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre. Szerencsére nem történt valódi vészhelyzet. A láglovagoknak nem kellett igazi tüzet megfékezniük, csupán egy mentési gyakorlaton vettek részt. A szituációs gyakorlat során a tűzoltását egy létrasugár is segítette. Az esemény célja az volt, hogy a tűzoltók az elméletben elsajátított mentési gyakorlatokat készségszintre fejlesszék, amelyre egy tényleges katasztrófa helyszínén szükségük van. A mai nap itt egy szituációs begyakorló gyakorlat zajlott. Itt a feltételezés szerint a kollégium második emeletén egy szoba égett teljes terjedelmében. Erre Nyíregyházáról összesen 4 autóval jöttek a helyszínre, 2 különleges szer, egy magasból mentő, egy visszaállító és 2 gépjárműfecskendő 13 fővel, illetve Nagykálló öte 6 fővel a helyszínen segítségünkre. Itt tartózkodott a helyszínen, előtte egy helyismereti foglalkozás keretében az állomány megismerte itt a helyszínt, bejárta a Korányi Frigyes gimnáziumot, és utána pedig végre hajtottak egy szituációs begyakorló gyakorlatot. A beavatkozást a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnok helyettese, a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat és a BM OKF mobil ellenőrzési osztálya ellenőrizte, majd a gyakorlatot Oszlár Gábor tűzoltó százados parancsnok helyettes megfelelőre értékelte.